Csütörtökön elrajtolt a rockmaraton, lezárták a tanévet a vasvárisok is, idén is megrendezték a Múzeumok Éjszakája programot, életmű kiállítás is nyílt a KMI-ben. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Visszaszámlálással és csütörtökön pontban 10-kor kapunyítással elrajtolt a nyár legnagyobb dunaújvárosi szabadtéri zenei fesztiválja, a Rock Marathon. Már első pillanatban sokan és sok helyről érkeztek a Szalki-szigetre. 5 évvel ezelőtt volt Rock Marathon Dunaújvárosban. Éppen ezért nagyon sokan felkapták a fejüket, amikor az évelején Dunaújváros városvezetése bejelentette, a nyáron visszatér a rockfesztivál a Szalki-szigetre. Mint fesztivál, így a Rock Marathon is hivatalosan kapunyítással kezdődött, valahogy így. 10 órakor a kapunyítás pillanatában így kezdett el özönleni a tömeg a dunaújvárosi Rock Marathon helyszínére. Sokan jöttek és sok helyről. Berecki Ferenc Zalakarosról érkezett, már nem először ide Dunaújvárosban. Természetesen a rock zene szeretete vezérelte őt, meg néhány apróság még. Jó a hangulat, rengeteget szoktunk ismerkedni, új arcokkal találkozunk, de ahogy rengeteg ismerősöm szokott mindegyik fesztiválon lenni. Az kétség kívüli, hogy a belépés másodperceiben már kezdett kialakulni egyfajta fesztivál hangulat itt Dunaújvárosban. Rockfesztivál hangulat. Egyébként már reggel a város számos pontján feltűntek a fesztiválozók, az egyébként semmivel sem összehasonlítható rockos megjelenésüket nehéz volt nem kiszúrni. Szellős Boglárka Kecskemétről érkezett, és ő is nagy bulira készül. Ez a második alkalom, hogy itt vagyok, ugye 2019-ben voltam utoljára, aztán volt ez a covidos dolog, most jöttem megint igazából. Egyrészt szeretem a metált, meg az a felszabadultság, meg az a közvetlenség, meg az a hangulat, ami itt van, az annyira megfogott, hogy azért, amint adódik rá alkalmam, én szeretnék visszajárni. Van olyan zenekar, amit különösen vársz, vagy mindegy igazából? Az Igort nagyon-nagyon várom, de a többit is szeretem. Tetszenek hallani felszabadultság érzés, közvetlenség és hasonló érzések. És akkor egy gyöngyszem a végére, Rockfater, akitől azt kérdeztük, hogy milyen érzésekkel érkezett Dunaújvárosban. Vegyes érzelmekkel, mert ugye hát az események lelassultak is, de viszont ám föl is pörögtek. Mire számítasz az idei rockmaratonon? Fullteltházra, kemény nyomulásra és szőrmentén bőrmellény. Most egy tudósítást a csúcson a legjobb abba hagyni. Az biztos, hogy óriási hangulat lesz remek fellépőkkel, rengeteg fesztiválozóval, és hát durva kánikulában. De hát azt mondják, rocker szív, rocker lélek, rocker leszek, amíg élek. Az elmúlt napokban városunk több általános iskolájának tanévzáró ünnepségéről is beszámoltunk már. Most a Vasvári iskola évzárójába engedünk bepillantást, és Gárosfai Tíme, a igazgatóasszony jóvoltából egy picit összegezni is tudjuk a magunk mögött hagyott tanévet. Természetesen Vasvári is szemmel. Ahogy haladunk június közepéhez, talán egyenes arányban egyre inkább mindenki várja és készül a vakációra. Teljesen érthetően, hiszen egy tanév nagyon sok munkát és erőfeszítést jelent tanárnak és diáknak egyaránt. Most egy picit tekintsünk vissza a vasvári 2023-24-es tanévére. Hát előttünk egy nagyon színes forgatag rajzolódik ki, amikor a 2023-24-es tanévre gondolok vissza, ugyanis nagyon változatos programokkal, a tanítás sokszínűségével készültünk és valósítottuk meg a gyerekeknek a számára. Számos olyan program volt, amit a zászlónkra tűttünk azért, hogy ne csak a hagyományos órarendi keretek között ismerkedjenek a gyerekek a tudásokkal,
András gazdag tárházával. Volt nekünk egy nagyon jó kis rendhagyó történelemórány, vagy egy edukációs kiállítás keretében megfejtük azokat a bizonyos teheneket is, és volt egy olyan óra, vagy alkalom, amikor kivittük a matematikát az utcára, hogy az óvodásokkal közösen fejtsük meg a különböző rejtvényeket, és mindezt azért tettük, hogy színesebb és sokkal tanulhatóbb anyagot tudjunk nyújtani a gyerekek számára. Az iskola elsősorban a tudásról szól, és ma már nagyon sok minden másról is, hiszen szólnia kell az összetartozásról, az élményekről, önismeretről, és talán sorolhatnánk napestig. Az a vasvári életérzés, ami mindig egy évelei célkitűzéseink egyike, az megvalósuljon, és érezzék ott belül, hogy nagyon jó volt ez az év számukra. És ennek érdekében rengeteget pályáztunk, rengeteg infrastruktúrális fejlesztést valósítottunk meg, hiszen az ebben az évben megszületett a tornaszoba, amit Makrai teremnek neveztünk el. Ott van a szabadtéri tanterem, ami most már egy új helyet, egy új közösségi teret biztosít számunkra. Létrehoztuk az iskolán belül is egy belső közösségi teret, de mondhatjuk a fitness parkot, a vasváris logikai parkot. Ezek mind azok a produktumok, pályázati eredmények, amelyek mutatják, hogy nagyon sokat dolgoznak a kollégáim, nagyon megtesznek mindent annak érdekében, hogy fejlődjünk, épüljünk, mint tudás, mint pedig programok tekintetében. Egy tanévzáró pillanatában, a vakáció kirobbanásának ünnepi forgatagában ki az, aki a következő tanévre tud gondolni? Hát az igazgató. Az előkészítés, a tervezés még annál is előbb elkezdődik, mint azt sokan gondolnák. Most már összeültünk több alkalommal a kollégákkal, és meghatároztuk a főbb irányvonalat. Ezek mindenképpen azt az utat, amit eddig elkezdtünk, annak a folytatása a cél. Hogy pontosan mi az legyen még egyelőre a jövőnek a zenéje, de az biztos, hogy egy nagyon impulzív, egy tenni akaró, a gyerekekért élő közösség, a vasváris pedagógusok közössége, és akkor a szülőkkel együtt mi csodákra vagyunk képesek. Efelől pedig kétségeink sincsenek, de a szeptemberi folytatásig igazán jó pihenést mindenkinek. Az Interfizam Múzeum munkatársai is készültek a múzeumok éjszakájára. Az intézmény csapata a kőtárban fogadta a látogatókat. Játékok, előadások, ételkóstolás és íjászat is várta a szép számmal érkező érdeklődőket. Idén is a kőtárba csalogatta az érdeklődőket az Interfizam Múzeum csapata a múzeumok éjszakáján. A szakemberek érdekes foglalkozásokkal, játékokkal és ételkóstolóval készültek az érdeklődőknek. A szabadtéri rendezvényen minden korosztály megtalálta a számára érdekes elfoglaltságot. Az ókori piknik után a szellem is táplálkozhatott, a kőtári sokadalom végén két előadásra invitálták az érdeklődőket. Előbb Buza Andrea tartott vetített képes előadást a római kor temetkezési szokásairól Káron Ladikján címmel, majd a Székelyek eredete címmel dr. Keszi Tamás előadása zárta az események sorát. Délután 5 órától vártuk már a családokat kézműves foglalkozásokkal, római fegyverpróbálásokkal, föl lehetett próbálni láncpáncélt, kardot, pajzsot, mindenfélét római játékokkal, és 7:30-kor kezdődött a tárlatvezetés, ami mindig nagyon népszerű, tehát meg lehet nézni ilyenkor a kőtárnak a jellegzetes köveit, a déli kaput, a római fürdőt, utána pedig következik a római ételkóstoló, egy kis római, tehát kicsit modernesített, de finom római ételeket, lencsét és köles desszertet lehet kóstolni, utána pedig két előadás következik, az egyik a temetkezési szokásokról, a másik pedig Keszi Tamásnak egy új kutatására a székelyek eredetéről fog szólni. Az időjárás sokáig nem kedvezett a rendezvénynek, de végül minden összeállt. Hazajáró vendégek a kőtárban a hagyományőrzők is. Figur Zoltán és csapata hetente 2 alkalommal veszi birtokba gyakorlásként a helyszínt. Ők is várták a látogatókat, az íjászat mellett csatakeresztet is hajíthattak az érdeklődők. Mögöttem látható a hagyományőrző íjászat, amelyet ki lehet próbálni, illetve csatakereszt hajítással készültünk erre a múzeumok éjszakájára. Farkas Lajos igazgató elégedetten szemlélte az eseményeket, mindig örül, mikor fiatal látogatók vesznek részt a múzeum egy-egy programján. A kőtár egyébként az ő szívében is fontos helyet kapott. Szeretné azt is, ha jövőben még jobban ki lenne használva a terület. Én mindig ragaszkodom ahhoz, hogy a múzeum készakájét legyen a kőtárban. Én idézőjelben használnám, hogy nincs úgy jó kihasználva a kőtár,
és ez egy 4 hektáros területről van szó. Egyébként nagyon szeretik a dunai városiak, mert egy ilyen szabadságérzetük van, bejönnek ide, és akkor itt nyugodtan sétálhatnak, különféle programok vannak. Tehát úgy is állítottuk össze, hogy ez egy ilyen szabadtéri. Hát most elmondom őszintén, egy kicsit, hogy mondjam, féltem az időjárástól, mert ugye amikor 4 órakor kezdtünk ide kipakolni, akkor esett az eső. Na most, hogyha esik az eső, akkor szétver mindent, ez ilyen időjárás függvénye. Viszont így van neki értelme, meg a dunai városiak ezt szokták meg, meg valahogy én is ezt szeretem. Délutántól kezdve egészen késő estig nagyon sokan látogattak el a kőtárba, és nem csak a fiatalok, hanem gyakorlatilag minden korosztály. Ez a szabadtéri program 2024-ben is nagy sikert aratott. Településünk kulturális intézményei idén is csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája országos programjaihoz. Nem is olyan régen a Kortárs Művészeti Intézetben, más programok mellett nyílt egy életmű kiállítás is. Nemes Ferenc Ékezetek című gyűjteménye látható az intézményben. A közelmúltban is zajlott az élet a Kortárs Művészeti Intézetben. Kezdjük azzal, hogy rangos elismerésben részesült Deák Nóra az intézmény igazgatója. Idén már másodszorra adták át a Jerger Krisztina díjat. Ezúttal a 2022-23-as évben bemutatott kiállítások kurátori munkáit méltatta a szakmai grémium. Az első díjazott Szalai Borbála a Trafo Galéria Nyitott Műterem című online sorozatának kurátora volt 2022-ben, míg az idei elismerés Deák Nóra hódított el Gróf Ferenc Beleértve a Holdat és más égitesteket című kiállításáért. Az elismerést így értékelte Gyöngyösi Csaba. Deák Nóra, a Kortárs Művészeti Intézet igazgatója kapott egy nagyon rangos díjat, a Jerger Krisztina díjat, ami az elmúlt év legjobb kurátori teljesítményét díjazta. Nóra azt hiszem nem csak azért kapta ezt a díjat, mert Gróf Ferenc kiállítását rendezte, hanem azért is, amit itt a Kortárs Művészeti Intézet élén már több évtizede visz, és azt gondolom, hogy ennek az elismerése ez a díj. Azért nagyon fontos ez a díj, mert ez egy magánkezdeményezés. Tehát itt Jerge Krisztina egy kitűnő művészettörténész, kurátor volt, aki egy etalon a szakmában, és az ő emlékét őrzi ez a díj, amit magánszemélyek finanszíroznak, és minden évben egy kiállítás, illetve egy kurátor kaphatja meg. És azt gondolom, hogy ez nagyon nagy siker az intézmény számára. Stábunk a Múzeumok Éjszakája apropóján látogatott el az intézménybe. Kiállítás is nyílt a KMI-ben, Nemes Ferenc Ékezetek című gyűjteménye látható a terekben. Erről pedig így nyilatkozott a Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi elnöke. Feri egy életmű kiállítással van itt jelen most minden termünkben. Erre a kiállításra már legalább egy éve készülünk, és azt hiszem, hogy az év egyik legjelentősebb kiállítása az intézetben. Az ő munkássága egy fantasztikus teljesítmény, és most megmutatja tulajdonképpen a kezdetektől egészen a mai napig, hogy milyen munkái vannak. És aki ide betér, az azt hiszem, hogy egy olyan élménnyel gazdagodik, ami nagyon nagy dolog. Nemes Ferenc életmű kiállítása egészen a 60-as évek végétől napjainkig mutatja be a művész egy-egy jeles munkáját. Ő maga hálás volt a lehetőségért, hogy a KMI berkein belül mutathatta be az alkotásait. Az első év, amiből itt munkák vannak, az 67-es vagy 68-as, 1968. Akkor fejeztem be a középiskolát, és napjainkban egy pár munka van, ami az idén készült. Most így tételesen, hirtelen nem tudom melyik, de van. Tehát ez idestova 58, 60 év, 70. A művész hozzátette, egyébként számára is érdekes volt így egyben látni ezeket az alkotásokat. Egyrészt érdekes így egybe látni, mert otthon a műtermem az nem ad lehetőséget arra, hogy ennyi és ilyen időtávlatban különböző műveket együtt lássak. Ez egy ragyogó alkalom volt arra, hogy kicsit magam körül is körülnézek, kicsit összegezzek, egy kicsit visszanézek a múltba, és nem utolsó sorba a jövő fele.
kell tekintenünk, ugye, hogy tekintjük ezt, mondjuk úgy ezt a kiállítást, hogy innét kezdek majd komolyabban dolgozni. Nemes Ferenc Ékezetek című gyűjteménye a tervek szerint egészen július 27-ig látható a Kortárs Művészeti Intézetben. Két gólos, 10-8-as győzelmet aratott a házigazda amerikaiak ellen a magyar női vízilabda válogatott szerda éjjel, visszavágva ezzel az olimpiai címvédőnek a korábban elszenvedett 12-8-as vereségért. A remek sikert követően a Magyar Vízilabda Szövetség honlapján értékelte a miénk teljesítményét Mihók Attila szövetségi kapitány, kiemelve, hogy a hasonló eredményekért a jövőben is nagyon keményen meg kell dolgoznia a három DFVA játékossal felálló magyar csapatnak. Mint mondta, a kulcs az volt, hogy nem engedték maguk mögé kerülni az ellenfelet. Ezt nagyon sokszor megbeszélték a videózások során, hogy erre kell figyelniük, és tegnap sikerült is, kinti lövésekre kényszerítették őket az esetek többségében, amikor szemben állt velük a védő. Mihók Attila hozzátette, nagyszerű teljesítmény volt, és szeretnék hinni, hogy ez egy komolyabb menetelés kezdete, de tisztában kell lenniük azzal, mennyit dolgoztak érte, és mennyit kell még, hogy ez később is működjön. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.